Itt a pihenő. A kis pihenő. Hello, sokolom! Úton vagyunk mamához ismét, megint. Mamával lesz videó. Sok. És most kibővítjük egy kis BMX-es tartalommal. Jön hozzá. Az jó. De most a videó miről fog szólni? Mondjuk arról is, hogy jön hozzám mama. Igen. Meg arról, hogy megyünk biciklizni. Szóval most elhoztuk a bicót is, aztán meglátjuk, mi lesz. Megyünk strandolni biciklivel. Na, jól hangzik? Amikor felhős az idő, és strandolni megyünk. Így van. Jó, hát amúgy is azt már bizonyítottuk, hogy nem vagyunk normálisak, szóval teljesen mindegy, nem kell magyarázkodni. Úgyhogy menjünk is, ott Ali. Tessék menni. Köszönöm. Sokolom, jó napot kívánok! Hát szia! Hát szia! Szia, mamam! Jaj, és milyen vigyorgós kedve van! Nézzétek, milyen jó kedve van! Mamának jó kedve van! Meglepő módon... Megint van lángos! Köszi, mama! Jó étvágyat kívánok! Új videó, csekkoljátok le! Ó, de ez mire fent lesz? Ez régi lesz addigra. Na nézzük, van-e itt nagyon jó! Köszönöm, mama! Most tesztelem, átállítottam a kamerát, és így sokkal vagányabb. Na! Nem kaphatok ki. 3,95. Gyerünk, Ucsó! És bemehet! 4-10! 4-10, 2-90! Én nyertem! Ennyi. Szóval, én nyertem. 5-30-ra, ő meg... 4-25. 4-25-re. Nagyon csúnyán kikaptam a magam. Az a helyzet, hogy nagyon hideg van, vagy hát kinek mi a hideg, nekünk a 6,5 fok nagyon hidegnek számít, de mivel elhoztuk a bicót is, ezért elmegyünk, bicózunk egy kicsit. Megnézzük, hogy hol lehet, mit lehet biciklizni. Szerintem semmi nem lesz belőle, csak baromkodunk majd. De próbát megint. És átmenjünk egy hídon. Nagyon vagány híd. Hihetetlen jó híd. Londoni izé. Persze, londoni. Van egy kombi autóm, de nem fér bele a BMX. Ez botrány. Reggel indulás előtt akartam beleműteni, és egyszerűen lehetetlen volt. Szóval szomorú voltam. Nagyon durva, hihetetlen hideg van. Ez nagyon rossz a lelkemnek. Itt van egy 1850-es lépcső, szerintem az idő megviselte. Ott van fent Dominik! Felment ott azon, és minthogy ott visszajönne, lehozta itt. Teljesen jó. Mama, kipróbáld a hintát? Nem. Hát jó. A közben ott találtunk egy tök jó spotot, oda megyünk, megnézzük, mit lehet ott csinálni. Már rohanunk is. Én futok. Te futsz. Nagyon gyorsan tudok biciklivel. Na, és akkor onnan most mi lesz? A szondod? Oké, na, most akkor inkább cseréljünk, én úgy gondolom, jó? Az a helyzet. Kápét minimum bele kéne pörgetni. Úgyhogy most a telefonomat odaadom. Na, akkor nem mondom, hogy kimaxoltuk, de legalább csináltam egy kápét. Te, hallod, tessék, hé! Na, tessék. Kösz, várj, telefonom. Kérem tessék. Szépen. Köszönöm. Úgy jó színe van. Ott vagyok benne. Megyek a híthoz, cső! Csőváz. Persze, hagyj itt. Az a nagy helyzet, hogy itt a híd. Bridge. Amúgy tök nagy híd. Meg este világít is, én úgy tudom, de mivel nincs este, ezért nem világít. Értitek?
csak! Nézzétek! Mi van? Nézzétek, ott mi van? Ott. Nem is látszik ott. Lakatok vannak! Na, oda megyünk! Lakat! De miért kell ilyen lakatot ide aggaszgatni? Ilyen időben horgászik! Miért? Most komolyan! Mi sétálunk, meg biciklizünk és fázunk. Ez meg ott ül egy helybe. Logika? Te is iratkozz fel a csatornánkra. Oké, köszi! Domi mondta, ha a híd közepéről indulok, akkor nem fognak jönni mentők, és el tudom végre mondani, amit szeretnék. A híd közepéről indulok, pont van akkor a lendület, hogy itt így nagyon jó lesz, hogyha most megnézzük. Oké. Itt vagyunk, kérlek szépen, egy strandon. Jó, hát nyilván ilyen hidegben nem sokan vannak. Ki az az idióta, aki strandra jön? Hát mi? Mondjuk itt szerintem még van élet. Hát itt nem sok élet van. Itt se. Na, menjünk. Szóval itt a strand. Hú, az bohóc amúgy tök ijesztő. Hinta. Tök durva. Hoppa. Széttört üveg. Pingvin. Kacsa nincs. Nem nincs kacsa. Ez tök félelmetes ez a bohóc, meg rohadt nagy. Medence. Itt van egy ilyen, nem tudom, ez micsoda? Ez ilyen hajó, tutaj. Nem, ez hajó. Van itt egy gomba. Fogalmam nincs, hogy az mi. Libikóka. Na, itt legalább van víz. Mondjuk, nem hiszem, hogy ebbe bárki is fürödni akar. Ott egy pálmafa. Ott van még egy bohóc. Parák ezek a bohócok amúgy. Itt van egy, hát ez öltözőfülke, ők eléggé fel van borítva. És akkor Patrik most öltözködik, nézzük meg. Jaj! Jaj! Itt a kalózok, komolyan. Ez van ilyen kilátó torony. Sokkal nem vagy magasabban, de na, miért nem vennénk fel? Itt is van egy medence. Tele dzsúvás vízzel, meg ott is. Szerintem az a legmélyebb. Mindjárt megnézzük. Gyere, lejössz! Bicóval! Gyere már! Hát bármint hozd le a bicót is, ha nem úgy leugratsz. Most én itt felmegyek, és innen így. Skápi! Skápi, az kell! Hú! Ez szép volt. Elég is volt. Viszontlátás! Köszönöm. Köszönjük, hogy minket választottak! Gyerünk! Fel kell tekerned! Gyerünk! Gyerünk! Ügyes vagy! Király vagy! Hagyj egy okost! Az új Team Sokolom alakreformáló mozgástornájának az első versenyzője! Nézzük! Indulok! Gyerünk! Képes vagy rá? Gyerünk! Meg tudod csinálni! Na, ennyi, meg is van. Adj egy pacsit! Still Snoop Dogg and D.I. Guess who's back? Still doing this, Andre? Oh, for sure. Yeah. Check me out. Sose késő elkezdeni BMX-ezni. Ennyi, ilyen egyszerű. Mindenki BMX-ezzen, és mozogni, az a legfontosabb. Mindenki büszke mamára, mama is BMX-es. Mehetünk vásárolni, de előtte jött egy verseny még.
A versenyszám neve lépcsőzés. Igen? Most engem kihívsz? Igen. 3, 2, 1, mehet! De ne cibálj! De vágod! De nem! Nem egyszerre! Nincs nem, nyertes! Nem vágod! Ez így nem jó! A combomat! Ez így menet közben rákapott! Kérem, menjünk meg! Felfele van, csak verseny! Na akkor még egyet! Rajt! Jaj, nyerek! Ne! Nyertem! Hát csak egy lábhosszal, mivel magasabb vagy. Hát mivel magasabb vagyok annyival, tehát akkor nem is nyertem. Baszki! Szomorú. Napi torna megvolt. Irány vásárolni. Gyere, Domi! Gyere, vásároljuk! Na, arra fel és ott le KP. Itt? Igen. Jó volt! Köszi! Csapolj bele! Csapolj bele! Mit talál az ember? Labirintus. Átmész Bicóval a labirintuson? Akkor most a profi megmutatja, hogy most. Hogy kell ezt csinálni. De. Au! Nem így. Megijedtem. Így nem. Ez az! Ennyi. Már csak lemérni kellett volna az időt. A mentőrendőr megint nem hagy minket nyugodtan, de legalább itt már jó meleg van az autóba, elég volt a Bicóból, most megyünk és bevásárolunk. Mama végre megtanult BMX-ezni, úgyhogy teljesen jó minden. Na, menjünk! Nagyon finom a kókuszos, még kettő. Kell epresből is kettő. A narancsos is finom. Egyesből is veszünk, úgyhogy most már legalább lesz. Az a helyzet, hogy megvolt a bevásárlás, minden király, úton vagyunk hazafele, csak közben képbe jött egy kis malőr, mamát elöntötték, úgyhogy kellett egy jót vitázni. Igen. De mindent megoldunk, a Team Sokolom BT mindent elhárít, minden problémát, szóval keressetek meg, ha bármi bajotok van. Köszönjük, hogy megnéztétek ezt a videót, jók legyetek, két nap múlva jövünk, és Sokolom! Mivel öntötték el? Mamát elöntötték. Mivel öntötték el mamát? Hát vízzel, ha beásszál. Én meg azt hittem pénzzel.